a tetőtéri ablakoknak a hőszigetelő képességét úgynevezett hőátbocsátási tényezővel adják meg, ez a egyszerűen fogalmazva az U-érték. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha tételezzük fel, hogyha egy négyzetméter felületű lenne a tetőtéri ablakunk, és a külső-belső hőmérséklet különbség 1 Celsius fok lenne, akkor adott idő alatt hány watt energia távozik az ablakon keresztül. Értelemszerűen minél kisebb ez a szám, ugye annál jobb a tetőtéri ablakunknak a hőszigetelése. Fontos megjegyezni összehasonlításkor, hogy külön jelöljük a egész tetőtéri ablak szerkezetre vonatkozó hőátbocsátási tényező értékét. Ez a UW, úgy szokták jelölni, illetve van a UG, mint glass, tehát mint üveg, annak az U-értéket, hogy az üvegnek a hőszigetelő képessége mindig sokkal jobb, mint az egész ablak szerkezetre vonatkozó U-érték. Ettől függetlenül, amikor két tetőtéri ablakot összehasonlítunk, akkor mindig érdemes az egész szerkezetre vonatkozó U-értéket figyelembe venni.